Moldova György több mint 100 könyvet írt eddig, és ezekből legalább 12 millió példányt el is adtak. Ugye ez elképesztő szám. A 70-es, 80-as években egy átlag család könyves polcán volt, vagy fél méternyi Moldova. Regényeket és szatirákat is tud írni, de nekem ő mégis elsősorban riporter, méghozzá abból is az egyik legnagyobb. A rendőrökről írt kötete nekem olyan alapmű, amelyből máig tudok idézni, állítólag két évig csak anyagot gyűjtött hozzá. Annyit járt letartóztatásokra, eligazatásokra és lőgyakorlatokra, hogy a végén tiszteletbeli rendőrré fogadták. Ez tehát az egyik Moldova, a másik meg a nagyszájú, aki mindenkinek beszól. Orbán Viktor például nem politikusnak, hanem hatalomtechnikusnak tekinti. A jelenlegi baloldalról meg azt mondja, hogy megélhetési politikusok gyülekezete. Nincs olyan elképzelésem, hogy én még sok évet élek, hát nem. Ez természetrendje, hogy el kell majd mennem. Mondom, nincs olyan érzésem, hogy nekem még itt dolgom van. Mindenképpen nincs. Mondja ezt az a Moldova György, akinél több könyvet vélhetően egyetlen 20. századi író sem tudott eladni. Ha jól számoltam, akkor a legfrissebb munkája, amely a Napokban jelent meg, már a 110. Elképesztő szám. Pláne ha tudjuk, hogy Moldova mindig egy kicsit többet beszélt annál, mint amit a mindenkori politikusok hallani szerettek volna tőle. Én sohasem alkalmazkodtam. Szóval ami eszembe jutott, és nem volt sértő, azt kimondtam. Meg persze olyanokat is, amik sértőek. Hogy más nem mondjak, elképesztően rossz a véleménye a mai politikusokról. Jobb és bal oldalon egyaránt. Mindegyiknek van valami vaj a füle mögött. Ezek nem koncepciózus palik. És durván élnek a hatalmukkal. De ne rohanjunk ennyire előre. Előbb elmondom, hogy miért a New York kávéházban találkoztunk. Hát ez volt akkor a te asztalod? De márványból volt. Igen, ő kért meg arra, hogy tegezzem, ezért vettem a bátorságot. Amúgy ma már szinte hihetetlen, de vagy 15 évig a nagyon elegáns New York kávéház volt az irodája és a dolgozószobája is. No, nem kivagyiságból, hanem takarékosságból. Hangozzék ez bármilyen furcsán. Borzalmas nyomorultul éltünk. Egy kétszobás lakásban voltunk 6 vagy 7. De még néha többen is, és nem volt íróasztalom. Maradt hát a mai New York kávéház egyik asztala, ahol elnézték az íróknak, hogy alig rendelnek valamit, viszont foglalják a helyet. Egy duplával reggel, akkor elmentem ebédelni a kis rukuruszba, nem tudom, megvan-e még, nincs. És akkor ott megebédeltem, és akkor visszajöttem, és akkor megvettem a második kávét, és ezzel megvoltam, és mindenki tudta, hogy bolond vagyok, mert nevetek a saját vicceimen, miközben írom. Azt mondja, hogy kellően morcos volt, amikor dolgozott. Az ő asztalához például nem lehetett csak úgy odaülni. Még olyan is volt, hogy verekedett itt. Azon a reggelen egy férfi kezdett el éppen az asztala mellett hangoskodni a pincérrel. Moldova rászólt, hogy fogja be a száját, majd amikor ez nem történt meg, leöntötte egy pohár vízzel. Hamarosan jött a válasz. Hozott egy pohár vizet, és a képembe suhintotta, és akkor adtam neki nagy pofont. És volt még egy ilyen irodalmi pofonom. Azt meg a kiváló zeneszerzőnek Vujicic Tihamérnak adta. Ahogy mondja, azért, mert annak egyszer adott egy kéziratot, amit nem kapott vissza. A történet a Vörösmarty téren folytatódott. Mondom, Tihamér, ad vissza. Ne játsz meg a csekón is, ott mondja a Tihamér, mondom, vigyázz, Tihamér. És akkor még mondta tovább, és egy állati nagy pofont adtam neki, és utána elindultam körbe a Vörösmarty előtt, Vörösmarty téren, hogy ha akar jönni, folytatjuk, akkor utol tudjon még érni. Aztán nem követett. Ma már mosolyog ezeken a sztorikon. Ahogy mondja, igazi nagy krakéler, vagyis kötekedő pasi volt. Mondták is neki, hogy az apja meglepette volna azzal, hogy jó modorra tanítja. Engem nem lepett meg az apám. Egyetlen egy dologgal tudott volna meglepni, ha kiderül, hogy ő az antialkoholista szövetség főtitkára. De ez nem történt meg.
Találtam Moldováról egy 1986-os jellemzést az akkori Budapest című folyóiratban. Azt írták róla, hogy aféle irodalmi fenegyerek, akit rengetegen olvasnak, de akinek írásai láttán csak fintorognak az irodalmi élet arisztokratái. Aki elvárja a legmagasabb honoráriumot, de egyetlen rossz szó miatt simán lemond a sztárgázsiról is. Amúgy ez utóbbira egy példát is mondott nekem. Majd 10 éve Kerényi Imre kereste meg azzal, hogy a 40 Prédikátor című könyvét kiadnák a Nemzeti Könyvtár sorozatban, sőt, 1 millió forintot is ígért neki mindezért. Moldova megnézte, hogy kikkel kerülne egy sorozatba, és visszautasította a lehetőséget. Láttam, hogy ott van a Tormai Cecília, igen, hát aki egy fasiszta kislány volt, ugye, és mondom, nem. Nem, ebbe én nem akarok belemenni. Így azután nem lett semmi az 1 millió forintból, és Moldova nem került bele a Nemzeti Könyvtár sorozatba, amúgy ezt ma sem bánja. Kerényi egyébként próbálta győzködni. Azt mondta, hogy ha politizálsz, azt mondja, akkor nem marad meg belőled semmi. Senki nem ígért nekem halhatatlansági biztosítást, akkor nem. Hát nekem elég az, hogyha akikkel együtt éltem, azokkal kerülök majd egy temetőbe, halhatatlanság meg, az vagy jön magától, vagy nem lehet erőltetni. Volt egy személyes kérdésem is Moldovához. Gyerekkorom óta nem tudtam, hogy honnan jött neki a beszélő disznó ötlete. Ez a malac a könyvben váratlanul megszólalt, és azt mondta az állatgondozónak, hogy Józsi a k***a anyád. Nekem biztosan nem jutna ilyen novella ötlet az eszembe, mondjuk én nem is hallgatok hajnalban rádiót, Moldova viszont igen. Na, innen az ötlet. Egyszer az egyik műsorban arról beszélnek, hogy a valami tápszert, amit adnak a hízlaláskor, az nem vált be, mert a sertések erősnek találták. Erős ízűnek. Mondom, ezt honnan tudják? Mert ugye ez csak akkor hiteles, ha egy sertés mondta. És ahogyan Hajdú B. István mondaná egy magyar gól után, zuty bum dur, már meg is született a Beszélő disznó című novella ötlete. Hát ilyen az írói agy. A legfrissebb könyve az első olyan, amely a saját nőügyeiről szól. Főszereplője Moharos Gábor az író, akinek nem véletlenül szintén MG a monogramja. Moldova azt mondja, hogy már régebben megírta ezt a megemlékezést, de amíg élt a felesége, nem akarta kiadni, nehogy megbántsa őt. Amúgy 8 hölgyről ír benne, tiszteletből nincs benne a neje. Feleségem, meg biztos voltam benne, hogy túlél engem. Szóval fiatalabb is volt, 7,5 évvel, másrészt jó erőben volt, harmadrészt szeretett élni, amit én magamról nem nagyon tudok elmondani. Szóval én toltam ki magam előtt a leélendő éveket. Először úgy voltam, hogy 30 évig bőven elég, aztán fölment 40-re, aztán 50 után már nem számoltam. Szóval készen álltam arra, hogy na, itt van a vége. De nem lett vége, hiszen azóta eltelt 36 év, és nem kellett mennie. Ahogyan mondja, most sem fél. Ha menni kell, akkor menni fog. Amúgy 1944 óta nem fél a haláltól. Azóta, amióta szó szerint szembenézett vele. Egy laktanya előtt tartóztatta fel egy katona. Így rám fogta puskát. És így benéztem a csövébe, és mint ahogy a indiánoknál a meszkalin, az egy életre való félelemmentességet biztosít. Én akkor kaptam meg ezt meszkalinként. 56-ban géppisztollyal rótta az utcákat, és ezért egy darabig nem is írhatott. 2 évig kazán szerelt, szóval nem volt a rendszer kegyeltje, és mégis. Máig azt állítja, hogy Kádár rendszere volt a legjobb azok közül, amelyekben élt. Ha a magyar nép életében volt 3 jó évtized, akkor ez az ő 3 évtizede volt. Az amúgy nem érdekli, hogy a véleménye miatt kik hogyan tekintenek rá. Szerinte eljön majd az az idő, amikor visszasírjuk Kádárt. Bár a magam jövőjében lennék biztos, mint az ő halhatatlanságában, eltelik egy kis idő, a
történelem nem rövid távon dolgozik, de biztosan. És a Kádárnak nem egy és nem két szobor lesz Magyarországon is. Kádárt tehát sosem fogja megtagadni, viszont nagyon nem látja, hogy lennének politikai örökösei. Ahogy mondja, Horn Gyula volt az utolsó valamire való baloldali politikus. Ez a baloldal, ez semmi. Úgy is fogja végezni, szóval kifutott a föld alóra, és hát a megélhetési politikusok. Szóval, hát a jobb oldalon, hát Orbán valaki, szóval kiváló tulajdonsága, de nem politikus, hanem hatalomtechnikus. Szóval amit meg kell csinálni, megtanulták, hát kint a Soros pénzén mondjuk megtanulták ezt is. Természetesen rákérdeztem arra is, hogy mit szól a hét botrányához, amely talán a hónap botránya is, vagyis Szájer József Eresz csatornán történő menekülési kísérletéhez. Viszont semmi, természetes. Mindegyiknek van valami vaja füle mögött, szóval ez nem egy, hát mondjuk az nem erkölcsönöm dolog, mint a Orbánnak a vagyona. Az a szőlőügy is. Tudom, Tokajhegy olyan vásárolt szőlőt, nem is kicsit. Ha a Kádár szőlőt kívánt, akkor vett magának egy fél kilót, de nem 3 hektárral, vagy 4 hektárral, nem is tudom mennyi a szőlő. Szóval nem lehet ezeket etikailag minősíteni. És már nem is nagyon teszi. Lassan telnek a napjai. Fel kell, lemegy újságot venni, hazaballag és tévézget. Aztán most úgy vagyok vele, hát lehet, hogy elmúlik. Hogy tulajdonképpen megírtam, amit akartam. Mindent megcsináltam, amit akartam. Egy könyve azért még biztosan lesz. Azt ugyanis már megírta, csak ki kell adni. A címe minden esetre sokat mondó. Az utolsó töltény. De hogy ne ilyen szomorkásan érjen véget ez a beszélgetés, volt még egy kérdésem hozzá. Hogyan ne kezdjen el egy fiatal író egy könyvet? Mi az a kezdőmondat, amely már garantálja is a bukást? Nem gondolkodott, azonnal idézett egy régi könyvből. Nevezetes intézmény volt akkoriban a Neoakvisztika Komisszió. Na mondom, az emberek eddig fogják, és tovább nem. Szóval ez volt az az asztal itt a New York kávéházban, ahol több mint 15 évig ült szinte minden egyes áldott nap Moldova György. Itt dolgozott még, az is lehet, hogy egyik kedvenc könyvemnek, a Bűn az életnek egyes sorait itt írta. Egyébként most dedikálta nekem ezt a könyvet így privátban, és azt írta nekem, ugye a cím Bűn az élet, ennyit írt alá, ma is az. A heti naplóban Eldési Zoltán beszélgetett Moldova Györggyel. Zolival már itt nevergélünk, mert beszélgettünk itt a film alatt, ugye láttuk már a megtekintésen együtt is. Hogy mondjam, Zoli, ugye Moldovának volt egy ilyen mufurc, vagy barátságtalanabb... Reporter killer, úgy hívták. ...korszaka így az elmúlt néhány évben. De most így jó volt látni, mosolyogott, jókedélyi volt. Először is én úgy tudom, hogy ő nézi a műsorunkat, és legalábbis engem azonnal felismert. Hát nem kellett bemutatkoznom neki. Másrészt pedig tényleg én is meglepődtem, én egy 20 éve egyszer csináltam már vele interjút, és akkor sokkal morcosabb volt valóban. Most vagy nagyon jó kedvében kaptuk el, vagy tényleg megváltozott egy kicsit, de jó volt vele beszélgetni. Az utolsó könyve miről szól, amit csak így felkonferáltál, az utolsó töltény? Ez az utolsó töltény, ez egy 13 kötetes sorozat 13. kötete lesz. Uh-huh. Hogy konkrétan ebben mi lesz a, tulajdonképpen ennek az kellene legyen a cím, a legutolsó töltény, hogy mi lesz, azt őszintén szóval nem tudom, mert ezt nem árulta el, de ha jól tudom, olyan szatírák lesznek benne. Világos. Fura ez a teljesen kritikátlan Kádár. Nem mondom, hogy rajongás, de Kádár tiszteletre. Olyan, mint hogyha semmilyen kritikát nem fogalmazna meg soha. Igen, pontosabban mindig hozzáteszi a kritika után, hogy de. Hát, hogy voltak hibái, de. Mm-hmm. És akkor jönnek valóban a felmentő mondatok. Valószínűleg nem értünk vele nagyon sok mindenben egyet, de azt tisztelem benne, hogy őt nagyon nem érdekli, hogy mit mondanak rá emiatt. Ő ezt vállalja. Nem érdekel. Ő tényleg nem érdekel. Ez a véleményem is kész. Mondtad egy nagyon érdekeset, hogy csak ez nem fért már bele, hogy van a malomjáték, ahol már csak 3 korongod van, akkor nem kell a szabályok szerint játszanod, hanem odaugrálsz a korongokkal, ahova akarsz.
Ő már a három korongos résznél tart, ő már odaugrál, ahova akar azt. Milyen hosszú beszélgetés vett körbe? Kisandítok, mennyi időnk van hátra? Milyen hosszú beszélgetés? 1 óra 20 perc. Tehát... Azt a mindenit! Akartam mondani, hogy az internetet tegyük ki, de hát 1 óra 20 perc nagyon sok, de azért egy rövidebb, de ennél hosszabb verziót szerintem kitehetünk. Szerintem egy fél órásat összerakunk belőle. Összevarakunk? Mm. Nagyszerű.